Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gajs Zágó György, a Kortárs Művészeti Akadémia, vagy a Kortárs Művészet... minden kapcsolatos alapítója és vezetője. Kiszélesítettük. Hát úgy tűnik, hogy nem csak te dolgozol a Kortárs Művészeten, hisz a kormány a Művészeti Akadémiával egy együttműködési szerződést kötött, és sokan a kortárs művészet megmentésére, támogatására. Miről szól ez az együttműködés? Megmondom, hogy szintén fogalmam sincs. Fogalmam sincs, itt ebben az egész történetben, már amikor ugye kreatív iparról kezdtünk beszélni, akkor nekem én először megörültem, hogy ezt a fogalmat végre felszínre hozták, mert erről már évek óta beszélünk, hogy ez gépezet és hogy van köze a gazdasághoz, meg ilyesmi. És most, amikor ugye ez a történet, hogy a Muméval együttműködési megállapodást kötött, ugye a kormány, akkor ezt eleinte üdvözöltem, aztán elkezdtem úgy furcsán nézni, hogy én nem úgy gondolom, hogy a kormánynak kellene ezt a dolgot definiálni, ennek az iparágnak, vagy iparnak, a kreatív iparnak önmagát kellene definiálni, és nem gondolom, hogy attól, hogy különböző intézmények kell a kormány megpróbál szót érteni, és együttműködési megállapodásokat köt, ez egy kicsit emlékeztet arra, amikor ugye iparvállalatokkal együttműködési megállapodást kötött. Ez nekem furcsa, mert ugye a kormánynak alapvető dolga lenne azzal, és együttműködési megállapodások nélkül, hogy ezeket a vonalakat ő felvállalja, de ez mint hogy meg nem támadási szerződés lenne a bizonyos olvasatban, és én ezt a dolgot kezdem nagyon furcsán vizsgálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a szektoroknak, a művészetinek, a zeneinek, ugye a zenein belül ugye vannak a film, a színház, az előadó művészetek, úgy általában, hogy ezeknek önmaguknak kellene definiálni azt, hogy a kreatív iparban hol van a helyük, hogy és miként vállalnak szerepet ebben a gépezetben. Nincs igazából definiálva egy ideje az, hogy mi az értékes végtermék, hogyha iparágról beszélünk, vagy iparról beszélünk, akkor hogy mérhető ez a teljesítmény. Ugye például a gazdasági számokban kellene megnyilvánulni annak a kreatív vonalnak ugye az eredményeinek, ami azért fontos, mert ezt például kint, ahol ez sokkal jobban működik, és sokkal korábban definiálták, ugye nem kell definiálni, mert definíciók vannak, kis különbségekkel, de nagyjából kitalálták már a világban, hogy ez a kreatív ipar, ez miért fontos, hogy kik vesznek ebben részt, és hogyha ez nincs meg, akkor eznek az a veszélye, hogy egyfajta központi akaratba fogják majd megmondani, hogy ki tartozik ide, mi a feladata, és ezek nagyon érzékeny dolgok, mert ezek zömében olyan magas, nagy tartással és bizonyos büszkeséggel rendelkező szektorok, hogy ezt a fajta definiálást és besúrást nem viselik el. Nem az zavarja önt, hogy tulajdonképpen amit ön kitalált és amin évek óta dolgozik, azt most már ennek az együttműködésnek a keretében a MOMA is feladatának látja, hogy ne csak megtanítsa a jövendő festőművészeket festeni, rajzolni, vagy nem tudom én mit csinálni, hanem megtanítja őket önmenedzselni is, meg boldogulni a világba, hogy végre kiegészített tantárgy. Világos, ezt én abszolút aláírom, hogy ez is egy verzió, de akkor meg azt nem értem, hogy miért a kormány a együttműködési megállapodást kötni. Ki akar megmondani kinek mit? Tehát én úgy gondolom, hogy a MOMÉ-nak is alapvetően a kreatív ipar egyéb szereplőivel kellene együttműködési megállapodást kötni, és ebben az iparági szituációval kijelölni ebben nagy tisztelete hangsúlyozom az állam szerepét és helyét és feladatát, hogy például ugye a művész szektor egy általános problematikája véleményem szerint, és nem csak az én véleményem szerint hozzáteszem, hogy kicsit bele vannak kényelmesedve ebbe a, például, hogy most itt a kortárs művészeti szektorba, abba a dologba, hogy az ugye ez nem fenntartható, egy kicsit, hogy az állam emlőin vagyunk, de azért mi nagyon öntudatosak. Hát de az vagyunk. Állam mégsem, lehet, hogy egy ilyen szerződés következtében az állam
plusz mecenatúraként, szponzorként is föl tud lépni. Ha nem lenne ilyen külön szerződés, nincsen, akkor talán... Nincsenek illúzióim. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez a dolog, ennek ez az olvasata. Évek óta ezek az állami szubvenciók, ezek csökkennek, hozzáteszem. Tehát a pályázati pénzek azok csökkennek, és mi egyre inkább irányítottak, ez egy nagyon kontraszelektív rendszer. Például a művészeteknél ugye most is látszotta, hogy meghekkelték ezeket a művészeti díjakat, nem csak a kortásnál, hanem gyakorlatilag minden művészeti díjat meghekkeltek. Ezzel gyakorlatilag ezek a díjakat el is lehetetlenítették, tehát hogy megkérdőjelezhető ezentúl az is, aki valóban jogosan kapott, de ugye le is mondtak bizonyos kurátorok, akik kikérték a véleményeket, aztán semmibe vették. Tehát hogy ez egy elég tiszteltetlen dolog, és egy ilyen kontextusban együttműködési megállapodásokat kötni, én ezt nagyon furcsálom. Jó, akkor nézzük. Ön részt vett az elmúlt hetekben, napokban a Millenárison egy nagyon érdekes vásáron. Igen. Milyen volt ez? Ez az Antiquend Art vásár volt, és ez számomra nagyon izgalmas volt, mert itt találkozott az a kortárs és klasszikus műgyűjtésről szóló történet, amiben nagyon sokan ugye a klasszikus műgyűjtésbe szocializálódtak, mint ahogy általában mindenki, mert a kortárs az egy viszonylag új keretű fogalom ehhez képest, és ezért nagyon sok félreértés van még ezzel kapcsolatban. Tehát az a nagyon erős vásárló réteg, akinek ugye nyilván valamilyen metódusból adódóan klasszikus műtárgyai vannak otthon, és ugye ez a fajta érték szemlélet az, amiben ő él. Ez már kacsingat a kortárs fel, de nem érti, hogy ebben ez egy teljesen más történet. Tehát azért írtuk ezt a Kortárs Műgyűjtés című könyvet Kertész Lászlóval az elmúlt év végén adtuk ki, mert és sokan kérdezték, hogy miért kortárs műgyűjtés, miért nem csak per műgyűjtés, és akkor mondtam, ez teljesen más. Tehát a klasszikus műgyűjtési vonal a kortárshoz képest az körülbelül olyan, mint a tenisz és a golfnak a viszonya, csak az mind a kettő labdajáték. Világos. Sikerült-e kortárs kiállítókkal találkozni ezen a kiállításon és vásáron? Igen, voltak kortárs kiállítók. Nem feltétlenül az a progresszív réteg, aki az Art Market Budapestnek a kiállítói. Itt olyan kortárs galériák vettek részt, akinek a kínálatában vagy az a fajta dekoratív, vagy az a fajta klasszikus kínálat is megvan, amely kedveskedni akar annak a vásárló rétegnek, létező vásárló rétegnek, akik hangsúlyozottan, tehát ahogy mondtam, ebben a klasszikus vonalban szocializálódtak, és az ilyenfajta üzenetek, megjelenések azok sokkal fogyaszthatóbbak a számukra, mint a kortárs, amit egy kicsit azért gyúrni kell rá. A kortárs kiállítók közül többet meginterjúoltunk, az egyikkel egy filmet is készítettünk, akik nagyon pozitívan nyilatkoztak erről, már a részvételi díj is jelentős kiadás volt számukra. Ez mindig az. De azt mondják, hogy megérte ott lenni, és sikerült üzleteket is kötniük. Hát ez nagyon örvendetes. Az együtt elmondanám, hogy vásárok, ezek nagy általánosságban véve nagyon gyors, impulzív és nagyon tömény élményeket adnak a látogatóknak, és itt ez a galériáknál is így van, hogy például a külföldi vagy a magyar vásárokon is leginkább kapcsolatépítéssel jó. Gyors, hogy tetszik a stand, tudunk-e találkozni, névjegykártyacserés, akkor ha valaki esetleg mondjuk nem szeret bele azonnal, vagy van úgy, itt hogy előre... Itt a megkérdezeteknél, csak a kiállított képek azonnal megtetszettek, és a piros pöttyök megjelentek. Uh-huh. Igen. Van ilyen, egyébként szoktak ezzel néha trükközni, hogy csak úgy kiragasztanak egy-két piros pöttyöt, és ezzel azt kommunikálják, hogy ott valami történt, és mi ez, és akkor ott és akkor valódi... még több. Igen, és akkor ez és minden... akkor valódi piros pöttyökre is sor kerülhet. Igen, még annak idején a műcsarnokban, amikor volt az antik interior kiállítás, ami egyébként ennek a Antique and Art vásárnak volt az elődje, akkor az egyik galerista kis humorral nyitás előtt elkezdett járkálni, hogy piros pöttyöt tessék, és ez egy általános derültséget keltett. Egyébként ez a fajta játékos hangulat, és ugye az előző vásár az még egy ilyen lájtosabb időszakban volt,
Tehát ez az együttműködés, a hangulat, ami akkor uralkodott, vagy tetten érhető volt a Cortes szektorban, ez már egy kicsit kikopott. Tehát én szerintem ezt vissza kellene hozni, és ezért lenne fontos, hogy nem csak a maga a szakma, aki ugye nagyon-nagyon nagy fordulatszámon pörög ezen az egészen, de valahogy mégsem működik ez a dolog. Hát egy kortárs művész a közel 1 millió forintos beugrót egy standért, nem biztos, hogy ki tudja fizetni. Nem ezzel gondolok. Úgy gondolom, hogy különböző szereplő csoportok, például művészek, vagy galeristák, vagy kurátorok, tehát ezeknek vannak olyan közös érdekeik, amik túlmutatnak az egyéni érdeken. De hogyha nincs egy közösségi érdek, akkor az egyéni érdek az csak önérdekként van jelen. Hát mégis minden standelkelt. Kevés az ilyen lehetőség. Tehát, hogy tehát itt mindenki az egyéni érdekében, nem a közösségi érdekében. Kicsit érdekből. Elitista volt, nem? Igen, nagyon elitista. Tehát ez a szakma is elitizálódott, de hát nem csak a művészeti szektor, hanem ugye a közgazdaságtan is elitizálódott. Erre vannak bizonyos bizonyítékok, és próbálták londoni diákok ezt újra fogalmazni 2 éve, de abból is csak egy újabb szenárió keletkezett, ami ugye azóta se javulnak a közgazdasági mutatók, nem működnek a számok, és nem is érthető a közönség számára, tehát nagyon sok párhuzam van. Itt folytatjuk legközelebb, műsoridőnk lejárt. Köszönöm amit szépen. Erre a beszélgetésre szántunk. Az elmúlt bő 15 percben Gajzágó György, a kortárs művészet egyik fő pártolója volt stúdiónk vendége, és most következik az előzetesek után Gál Gergely, a KDNP kommunikációs vezetője. Tartsanak velünk!